Néhány hónapja újabb telek kialakítások indultak el a Paksi Ipari Park területén, telephely lehetőséget biztosítva a jelentkező vállalkozások számára. A cégeket kiszolgáló infrastruktúra kialakítása folyamatban van. 7 kisebb telket tudtunk kialakítani, amiből 3-nak már van is gazdája, hála az égnek. És ez azt jelenti, hogy utat, illetve teljes közművet kell építenünk. A jelenlegi állapotban a közműveknek a lefektetésének a végéhez közeledünk. Ezt követően hagyjuk egy kicsit a talajt ülepedni, illetve hát a tömörítés az ugye megtörténik, de azért biztonságosabb, hogyha tavasszal az aszfaltburkolat rákerül, illetve az útnak az alapozása megtörténik. A 3 betelepülő mindegyike Paksi cég. Egyikük már építkezik, várhatóan az év második felére készül el teljesen 2000 négyzetméteres üzemcsarnokuk és irodaépületük. A Paksi Ipari Park Kft. Munkája eredményes, ezt nem csak a park folyamatos fejlődése bizonyítja, tevékenységüket egy országos hetilap is elismerte. A heti válasz a tavalyi évben összeállított egy 50-es listát azon vállalkozásokról, akiket mintaként tud ajánlani, és olyan tevékenységet végeznek, ami elismerhető, és jól is végzik a feladatot. Hát ebbe a listába került be a Paksi Ipari Park Kft., aminek megmondom őszintén nagyon örülünk, hiszen egy külső olyan szervezet adta ezt az elismerést, amire abszolút nem számoltunk. Aminek köszönhető talán az a stratégia, illetve az a hosszú távú partnerségi gondolkodás, amit mi vallunk, és aminek köszönhetően azt gondolom, hogy az elmúlt években az ipari parkban az a 2 milliárd forint értékű fejlesztés, ami megvalósulhatott, talán a mi munkánk eredménye is. Az ipari parkban jelenleg 24 vállalkozás működik, közel 500 alkalmazottat foglalkoztatva. Az újabb betelepülő cégeknek köszönhetően a munkahelyek száma 2013-ban várhatóan újabb 150 fővel ismét nő.